2016. július 1-e és 8-a között Gödöllőn rendezték meg a 7. nemzetközi Chopin zongora versenyt. Az esemény főszervezője a Ferenczi György Alapítvány Chopin Társaság volt, melynek elsődleges célja a Chopin művészetének megismertetése, valamint a tehetségkutatás a fiatal zenész generáció körében. Az alapítvány alapítója, egyben a rendezvény első számú szervezője, Havasiné Dárszka Izabella, lengyel zongora művésznő. A versenynek a gödöllői Frédéric Chopin zenei alapfokú művészeti iskola adott otthont, ahol 4 napon át 3 korcsoportban zajlott a megmérettetés, melyen összesen 32 versenyző indult. A versenyre Európa több országából, valamint Ausztráliából, az Amerikai Egyesült Államokból, Tájföldről, Kínából és Japánból is érkeztek zongoristák. Július 4-én a legidősebb 18 év feletti korosztály első meghallgatásával indult a program. A 3. korcsoportban versenyző 10 zongorista Chopin műveket, prelűdöket, mazurkákat játszott fél 3/4 órás műsoridővel. A második napon, július 5-én a középső korcsoport ifjú tehetségei ülhettek a zongorához. A 14 és 18 év közötti versenyzők Chopin művein kívül más neves zeneszerzők dallamait is műsorukra tűzték, így a hallgatóság többek között Beethoven, Scarlatti, Mendelssohn, Liszt Ferenc vagy Bartók Béla darabjaival is találkozhatott a versenyen. A 12 és 13 éves gyerekek versenydarabjai közt Chopin mellett ugyancsak felcsendült egy-egy Bach, Liszt vagy Bartók által komponált zongoramű.
Szerda délután és csütörtökön a három kategória második fordulóit értékelte a zsűri. A verseny utolsó megmérettetésének csütörtök délután a Gödöllői Királyi Kastély lovardája szolgált helyszínéül, ahol a felnőtt korcsoport három döntős versenyzője, Chopin Elmol, valamint F-moll zongora versenyét játszotta el a Gödöllői Szimfonikus Zenekar közreműködésével. A versenyzők előadásait a négy nap folyamán 8 tagú nemzetközi zsűri értékelte, akik között lengyel, francia, olasz, indonéz és magyar nemzetiségű zongoraművészek foglaltak helyet. A 7. nemzetközi Chopin zongora verseny eredményhirdetésére, díjátadó ünnepségére július 8-án került sor, ugyancsak a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában. Az eseményen elsőként a zsűri által legszebbnek ítélt produkciókból összeállított gála hangverseny hangzott el. A rendezvénynek köszönhetően Magyarország is aktív részese lehet a fiatal zongoristák számára rendezett országokon átívelő megmérettetéseknek. Ezzel lehetőség adódik az ifjúság zenei fejlődésének figyelemmel kísérésére, valamint a jövő zongoristáinak nevelésére is. A következő 8. nemzetközi Chopin zongoraversenyt 2018-ban rendezik meg hazánkban.